Hát amit mindenképpen érdemes volt feljegyezni, hiszen azért röpült érte Szappanos. De azért viccernek nem nevezném. Margitic elvállalja laposan, ez pedig be is megy. Fölpattant Szappanos előtt. Margitic mennyi lehetett az olyan 17-18 méterre, honnét rásuhintotta. És mindenképpen pattant, mert elfeküdt Szappanos, és talán hozzá is ért, de átpattant végül is a kezén a labda. Szabó még hozzáért fejjel, nagyon irányítani nem tudta, így viszont lehetőség. És gól megadják, Csizmadia tette középre, és ha jól láttam, most is Margitic a találat szerzője. Csizmadia lába lendült, én elsőre azt hittem, hogy ő vállalkozik, betette középre. Nem, Irik Farkas, akkor én láttam rosszul a számot a játékos hátán, de dicsértem Irik Farkas első félidei teljesítményét. Vendégjátékos, ezt fújta Szilasi, Nagy Tamás, aztán Polényi. Forgács ment föl, egy picit korábban ugrott föl. Ó, mekkora gól! Kertész! Mekkora pipát lőtt, egy pattanás után bevágja a jobb felsőbe. 1 perc 10 másodperc van még a hosszabbításból, hogyha nem toldja meg még valamelyest. Még mindig ott van. Ott a gól! Hát beverte Vernes! Ott ölelgetik, egy kupacban pontot ment a Zete. A hosszabbításban ez egy nagyon-nagyon látványos gól volt. Vernes félfordulatból bebombázza a léc alá.